Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, és ma egy nagyon különleges vendégem van, és nagyon örülök neki, hogy az adás összejött. Ugyanis hát szerintem, hogy annó nem hallom az Ómlem ezt, amikor megjelent, akkor egészen biztos, hogy más utat vett volna az életem, de erről majd később a maga idejében beszélgetünk egy kicsit. Szia! Hello, hello! Azon gondolok, nem is tudom, hogy konferáljalak fel, de talán mert ugye most ugye Facebookon át kellett állítani hivatalosan nevet a múltkor. Hát nem kellett egyébként, az egy saját döntésem volt, hogy átállítom, mert a Facebook olyan lehet, hogy a gyerek foci csoportja, az iskola, mindenhol, és akkor mindenhol furcsán hangzott a Vidzsályos nevem. Azok nem tudtak mit kezdeni vele, és akkor inkább átállítottam erre, de azt hiszem az alnévként azt hiszem ugyanúgy fut mind a kettő, igen. Tehát mind a kettőben meg lehet találni, tehát nekem oly tök mindegy. Hát mind zenészként általában Vidzsálynak ismernek, tehát nyilván bár amikor megint felbukkantak a fantomos dolgot, megint Szandrik László lettem, tehát így igazából nekem tök mindegy. Majd megkérdeztem a hallgatókat, hogy nekik milyen kérdéseik vannak már, hogy annyira izgulok, hogy nem is tudom, mit kérdezzek, és akkor ott volt, aki mindenképp pont, hogy a fantomos dolgok nem maradjanak ki, és így oda akartam linkelni a Retlő Alliance-s interjút, ott olyan jó összetétnek a dolgokat, de így egy picit ma lehet, akkor így térjünk ki rá, hogy így meglegyenek a hallgatói igények, úgymond, hogy mik alapított ezek a fantomot? Az már nem, az nagyon régi történet, a 85. Hát, amire úgy valóban koncertképes lett, az olyan 85 volt, de korábbra nyúlnak vissza a gyökerei, mert egy régi általános iskolai osztálytársammal kezdtünk el ketten gitározni, és bevettünk egy énekes, de valóban olyan igazán dobos énekessel 85 környéken lett, és akkor vette föl azt a fajta stílusát, ami már úgy a demon, meg úgy lehetett hallani. Ugye a Laci is kérdezte tőled a Red Lions-es interjúban, hogy gondoltatok-e akkor, hogy ez a demo ez még ennyi idő után, és ugye mondhatjuk azt nyugodtan, hogy kultikus státusznak örvend, hogy milyen indítatásból kezdtetek el zenélni akkor? Mi volt az a, emlékszel te rá, hogy mi volt az a zene, ami miatt te mindenképpen gitározni akartál, mindenképpen zenélni akartál? Apám gitározott, tehát gitárok mindig voltak körülöttem, tehát nyilván ő még ilyen Beatles, Shadows korszakból jött, de már hallgatott otthon keményebb zenéket, és akkor az úgy megcsapta a fülemet, de végül az unokatestvéremnál hallottam első metalokat, és nagyon szívem jutott, emlékszem, hogy hozta a jugoszláv AC/DC Highway to Hell-t, és így berakta a lemezjátszót, és így hallottam, hogy úristen, ennek milyen hangja van, mert addig én csak magyar lemezt hallottam. Nála hallottam egyébként ilyen rockzenéket is, jobban így, de azért azok nem nagyon találtak meg, és akkor úgy indult el igazából a metal irányába az egész dolog. De a gitározásnak valahogy a zenéhez így ilyen másodlagos köze volt, tehát tényleg az osztálytársam barátom volt, akivel együtt elkezdtünk prüntjögni, és az egy tök jó pofa dolog volt. Aztán persze már akkor mind a ketten kemény zenét hallgattunk, és akkor úgy elkezdtünk jobban abba az irányban haladni. De nagyon nehéz egy zenekarhoz kötni az egészet, mert akkoriban elkezdtük hallgatni, ahogy mondtam, ezzel indult, de utána akkor először láttam a zenebutikba az Iron Maiden-t, és akkor úristen, és akkor Number of the Beast mit csinálnak, aztán az akkori énekes srác Judas Priest-et mutatta meg, szóval hogy eléggé a klasszikusokhoz nyúlik vissza, de aztán utána, ami úgy igazán lezsibbasztott, ami az a Slayer volt, tehát akkor először a Show No Mercy-t hallottam meg, az ugye ez egy kicsit keményebb Judas Priest volt, de aztán egyszer valaki mondta, hogy itt az új lemez, és akkor a Hellowates-et beraktam, és akkor atyavilág, tehát ez valami nagyon más, mint minden más, és akkor ez a fajta nyers erő, dinamika, ami teljesen más, mint bármi más, akkor az úgy nagyon megfogott, tehát az volt, és hát a fantomos időkben meg, tehát ez volt az egyik legnagyobb alap, aztán, hogy a Rengblad megjelent, az meg ilyen napi rutin volt, hogy egyszer legalább meg kell hallgatni. Amik egyébként pont múltkor volt egy vendégem, aki szintén a Slayer rajongó,
sőt, kettő is egymást, a Körmi is, meg a Devoidból a Waldman Szilárd, és hogy akkor így mindig frasszliz a Szilárd engem, hogy én nem is szeretem a Slayer, csak a Godhates lemezt, és így mindig rákeljek egyébként meg, de, mert hogy mindig elfelejtem, milyen jók azok a lemezek, és pont tessék, igen, mindig mondjuk a vendégeknek, hogy ne rúgdassák a mikrofont, erre én rúgom a sajátomat, hogy pont előkaptam is a Ryan Inbladot, hogy meg a Show No Mercy-t, hogy fú, az egy nagyon nagy iskola volt az. De amellett nagyon sok minden más is volt, tehát én egyfelől a zenében nekem az nagyon tág volt, és most is nagyon-nagyon tág nekem, mert ugyanabban az időben hallgattam Dream Theater-t, Yngwie Malmsteent, King Diamondot, rengeteget hallgattunk, Mercyful Fate-et, tehát ezek mind szinte teljesen mások voltak, a régi Queen Strike-ot, és aztán utána végig mindent, az nekem az szintén egy ilyen nagyon folyamatos kedvenc zenekarom volt, tehát hogy nálam az zene az nem eskatúja, voltam operában is, meg szóval nekem a klasszikus zenében is nagyon tetszettek, és tetszenek most is dolgok, tehát nem véletlen, hogy egyébként a Mantrának is a legszélsőségesebb számait mindig én írtam, tehát a leglassabbakat, ugyanúgy, mint régentől a Lélekgyilkosig, tehát azoknak mindig én vagyok az elkövetője, tehát hogy ez valahogy bennem van, tehát hogy így az élet mindkét oldala. Ugye a nem is tudom, fontom, hogy nem tartott olyan sokáig, nem? Tehát olyan két-három év? 88-ban már mindenkit elkezdtek bevinni katonának gyakorlatilag. Én voltam az első, de hónapok választottak el, és mindenki bement. Kivéve Tamásra, az énekesünk. És ő lett, aki egyébként bekristásodott legelőször 89-ben, és akkor utána indult el ez a folyamat. És akkor így állt át. Én még katonaság után nagyon terveztem, hogy akkor újból elkezdek zenélni, pont a katonaság előtt tudtam kimenni Bécsbe venni egy igazi gitárt, meg mindenféle dolgokat, de aztán mire 90-ben ott próbáltam összeszedegetni, ugye a régi csapatot már nem nagyon tudtam, és az újabb és újabbakba így belepróbálkozgattam, de nem nagyon jött össze a társaság. Ugye itt még a felvétel előtt beszélgettünk a Phantom Demo keletkezéséről, hogy az eléggé kalandos volt, azt mondtad. Igen, hát gyakorlatilag egy ilyen légópincébe vettük föl, egy beton kuxliban, és hát két sávra az egészet, mennyi volt, azt hiszem, igen, hát 4-5 óra alatt, vagy valami ilyesmi volt az egészet, és nagyon nehéz volt meggyőzni a stúdióst, aki a Kugli együttes volt dobosa, nem tudom ki ő, de már nem emlékszem rá, erre emlékszem, hogy mondta, hogy nem, így nem szólhat a Pergő, de mondtuk, de így kell szólni a Pergőnek, és akkor beraktuk a Possessednek a Seven Churches, vagy valamit, akkor, na hát, és akkor így akarjuk, hogy így szól. Hát a szólt is úgy egyébként az egész majdnem, hogy hát egy beton kuxliba, de érdekes. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy bár olyan távolinak tűnik a Phantom, meg aztán a Mantra, sokan ugye, de gyakorlatilag annak köszönhető majdnem a Mantra, tehát hogy Jairi az énekes basszusgitárosra én korai időkben valahogy összefutottunk, valamerre mentünk kocsival, és akkor kérdeztem, hogy tényleg zenélt, és mondta, mit, hol van Kaliuga, és én is zenéltem, és mondta, és te hol zenéltél, mondom, és akkor mondtam nekem, hát Phantom. Micsoda? És így előre ugrott. Micsoda? És akkor mondta, Phantom. Hát viccelj! Hát egy kibaszott legenda. Ja, bocs, így nem szabad mondani. Hát egy Cseppelen az egy nagyon nagy dolog. Hát ez egy óriási dolog. És kiderült, hogy volt Phantom dobos, a Dilk Miki, aki a második dobos volt ott, az volt nevvel a Lili Marlenbe együtt játszottak. Tehát ilyen kicsi a világ. Tehát teljesen véletlenül összefutunk. És mondta, hogy ez mekkora nagy dolog. És akkor szinte ez volt az ok, amiért úgy, nem nyilván, hogy több dolog egyszer összejött, ott volt az Ákos, ő, stb. Mindenki benne volt a dologba, de hogy engem be kell venni, mert hogy ez egy olyan dolog, ami más nem akkor ezért. Bár mondom, sokáig laposban nem nagyon tudták, tehát hogy kevesen voltak, akik emlékszem, Vacsmai Dányos Attila volt, valami közös koncertünk volt, nem is tudom, valamelyik VMD táborban, és akkor mondta, te vagy. És akkor jött, figyelj, itt a meza, itt van minden, azt mondja, ami kell, bármit használ. Ugye gitársok ritkán tolják oda, az összes tudsz, hogy nagyon kedves vagy, köszi szépen. Hát viszont ugye mondod, hogy 90-ben próbálkoztad, de nem sikerült újra összedni a Phantomot, viszont a Mantra az csak 99-ben alakult. Igen. Mi történt ez alatt a 9 év alatt? Hát
Egy darab pihent a szekrény tetején a gitár, kicsit prüntyögtem otthon, meg ilyesmi. Aztán egyszer csak el is adódott erősítőstől minden estől. És hát valóban ott akkor nekem jobban az egész, hát nyilván ugye közelebb kerültem a Krisna tudat, az egész indiai kultúrához, stb. Dologhoz, és akkor én kevésbé volt az a zenei világ, amit hallgattam, jobban inkább kezdtem a keleti zenéket hallgatni, és akkor ott volt, vettem belőle ilyen hangszereket, mást. Aztán mondtam, hát ha vannak társak hozzá, akkor oké, de amúgy egyedül, nekem valahogy ez így benne maradt ez a kép, és ez most is él, tehát ez egy nagyon erős kép, hogy meséltem, hogy apám is gitározott, és akkor ült, gitározgatott, így nézte a tévét, és az olyan fájdalmas volt. Hát olyan fájdalmas, hogy nem mondhatom apámról azt, hogy szánalmas, szegényké már nem is él, de hogy ez olyan nem volt, hogy valami. Tehát vagy csináld, vagy ne csináld, de ez olyan sajnálatra méltott. Tehát nem, nincs, akkor inkább hagyjuk, tehát. Szóval, hogy igazából eladódott minden, azért, amit meséltem, hogy amikor Mantrában is voltak változások, amikor elkezdtem játszani a Mantrával, tehát megalapítottuk, akkor mivel az Ákosnak volt egy csomó gitárja, nem is kellett nekem gitár, tehát volt 5 gitár, még tartalékok is voltak mind a kettőnknek, szóval nem volt ebben gond. Szóval úgy kellett újra kezdeni, hogy gyakorlatilag nem volt már gitárom, és mégis. A kettő között igen, valamennyire csönd volt, hallgattam zenéket, aztán ez is egy érdekes dolog volt, hogy azért mindig megtalált azért a metal, tehát is amikor így hallották, hogy én honnan jöttem, akkor mutatták, Chromex, tudod, ebbe is kristások vannak, és akkor utána Shelter, ebbe is kristások vannak, és akkor így tetszettek a zenék, és aztán jöttek ilyen srácok, ahol van a lakótelepről, a hardkorosok, köztük a Fellegi Ádi is, meg stb. Ilyen fiatal srácok, és akkor jöttek fel, hogy akkor straight edge, meg mit tudom én, és akkor rögtön oda, hogy én vagyok, aki értem. Még azt hiszem, csináltuk a mi zenekart Incarnation néven, és összehoztam őket az Egri Forecast-szal. Valahogy úgy voltam, hogy nem, hát már hagyjuk már ezt, már nem biztos, hogy nem. Csinálják ők, legfeljebb segítek hátulról. És a Mantra is eredetileg úgy indult, hogy akkor Jai Rék csinálják, de állandóan elakadt az egész dolog. Tehát, hogy kevés volt a koordináló erőben, aztán mondtam, jó, akkor beszállok, és akkor rá meghallgatnak úgy nagyjából, és akkor úgy össze lehet hozni. Plusz nekem úgy már kicsit olyan elfogadottabb voltam a krisnás közegekben, és akkor úgy jobban tudtam előre tolni a dolgokat. Mielőtt így konkrétan rátérnénk a Mantrára, hogy konkrétabban, azt megkérdeztem, hogy téged a Krisna tudat, hogy talált meg? Hát több iránya volt a dolognak. Tehát egyfelől, ha kronológiailag veszünk, engem mindig érdekelt. Tehát igazából a fantom, ugye az, amiért szoktunk mondani, ez igazán egyházellenes volt. Tehát az öld meg Isten szolgáját nem nagyon kell magyarázni, mint számcímek. Szóval, hogy pusztulj-e Jehova, tehát most nem akarok még nagyobb reklámokat csinálni. Ez eléggé egyházellenes volt. De hogyha valaki megnézi a szövegeket, gyakorlatilag elég intelligensen megírt szövegekről van szó, a címek ugye keményebbek voltak. Szóval emiatt minket érdekelt a misztika és az egész dolog, és pont azért el is olvastuk a Bibliát, és belenéztünk dolgokba, mert hogy értelmes dolgokat akartuk. Nem én voltam a szövegírő, meg elkövető, sőt az utolsó fantomos időkben már le is akartam úgy cserégetni a szövegeket, amikor kiszállt a Tomi, aki ugye a fő szövegírónk volt. De mert úgy engem nem, tehát nem fordított kereszteztem, de úgy, persze, úgy, mint a Slayer, persze, jó, kemény zene, kemény szöveg, hadd szóljon meg minden, de úgy érdekelt, és mindig érdekeltek a különböző kérdések. Pont másértem valakinek, kaptam valami karácsonyra egy könyvet, hogy szóval Erik Dénikent, akkor amire nincs magyarázat, és akkor van egy ilyen vastag könyv, és abban az van, hogy amire nincs magyarázat, ez nagyon gáz, tehát hogy van egy könyv, ami ilyen vastag, és nincs magyarázat, és akkor azt mondjuk, hogy mi vagyunk a tutik, a mindent tudunk, és van egy könyv, amiben nincs, és akkor az tele volt a halál utáni élet, hogy mi történik, a halál közeli élményekkel, szellemekkel, UFO-kkal, más bolygókról, történelmi leletekről, minden, amik nem stimmelnek, és nem tud vele mit kezdeni a tudomány, szóval ez mindig érdekelt. Aztán persze az én szüleim eléggé óvtak, erősen ateista szüleim voltak, és nem akarták semmilyen valláshoz bármi közöm legyen, de attól függetlenül volt javatlanul egy barátom, amiatt elolvastam azokat a dolgokat is, meg minden mást. És hát ugye a barátaim, a volt fantomosok, az énekes, meg a dobos, és annak az öccse, aki szintén szövegíró volt, ugye ők elég intenzíven beszálltak
Krisztás közegben, ami nekem eredetileg nem volt annyira szimpatikus, akkor megismertem a feleségemet, aki most az. És úgy jól éltem jól a dolgokat, de úgy csak mocorogtak bennem ezek a kérdések, hogy akkor igen, hogy vannak, és mindig jöttek ezek föl a dolgokat, és akkor amikor félre tudtam tenni, hogy a külsőségeket, meg az egésznek a dolgát, akkor úgy sokat beszélgettem velük, mert úgy az összejöttünk, és azt látom, hogy ők sokat változtak, és nagyon pozitívan változtak sok szempontból. Mondom, és mi az, ami ennyire pozitívan tud változtatni embereket, és nem úgy, hogy ilyen izék lettek, ilyen ájtatos manók lettek, hanem csak egyszerűen jobb emberek lettek, tehát tényleg ez lett. Mondom, valami, ami ennyit tud változni, hogy kíváncsi vagyok rá, és akkor úgy elkezdtem beleolvasgatni dolgokat, meghallgattam egy pár, akkor ilyen kazetták voltak, mik lettek mondott a 90-es évek elején, és akkor hallgattam az előadásokat, és akkor úgy kezdett egyre jobban érdekelni a dolog. Nekem az utolsó pillanatig nehéz volt a külsőségeivel azonosulni, tehát hogy az nem szeretek feltűnősködni, ugyanaz milyen meglepő egy az nem, tényleg nem szeretek. Hát amikor fantom volt, akkor mindig azot lehajtottam előre a fejem, eltűntem a hajam alatt, és akkor kész. Na most ez most nem megy. Az a mantránál már nem ment, tehát hogy nem lehetett elbújni, mert hát, mondjuk elfogyott, tehát ennyi a lényege. Majd amikor mondom, hogy a hajamhoz választottam vallást, de nem, szóval. De szóval, hogy szóval egy ponton volt egy pár komolyabb beszélgetés, meg én is olvasgattam, meg mindent, és akkor rájöttem, hogy oké, tehát itt egy több ezer éves könyv, bármennyire is furcsa minden körülötte, bármennyire furcsa, meg pláne akkoriban ugye Magyarországon, szóval nagyon furcsa az egész. De hogy leírva egy több ezer éves könyv, akkor mondja, persze, vannak más bolygók, ott vannak az élőlények, ilyen járművekkel közlekednek. Oké, igen, te nem az vagy, lélek vagy, akkor igen, az történik, azért látod kívülről magadat, azért emlékszel valamire, mert az történt, és ez minden logikus, és minden összefér. Akkor bármilyen furcsa, tehát van egy ilyen könyv, amire azt mondjuk, hogy nincs magyarázat, és van egy ilyen könyv, hogy van magyarázat, akkor van magyarázat. Tehát. És akkor ez így. Tehát én eredetileg épületgépész vagyok, tehát műszaki ember. Tehát mindig, amikor emberek kérdeznek, akkor mondom, hogy én nem szentimentalizmusból vagyok vallásos. Ez a logikusabb. Tehát hogy én nem az iszok a lélekben, mert jaj, ez olyan jó, és akkor olyan nyugodt vagy, és akkor azt nem. Szóval ez a logikusabb magyarázat, amikor egy sebész professzor leír 1500 esetet, amikor valaki kívülről látja saját magát, akkor az azt jelenti, hogy az nem ő, ha valaki kívülről látja. És ez egy orvos, tehát. Na mindegy, szóval így. Szóval ilyen több lépésben, több irányból lassan megfontolva, és akkor így találtam meg. Nem csak már, hogy több mantra időt olvastam, de nem volt még erről, vagy legalábbis én nem láttam, hogy erről szó lett volna, és kíváncsi voltam rá. Igen, az interjúkat imádtuk, mindig ugyanazok a kérdések, és hogy ti is, és ez a kemény zene, ez így, nem, és megint ugyanaz a kérdés. Megnyugtatlak, ezt a kérdést nem fogom feltenni most, mert hát azért, na hát elég egyértelmű, ugye, hogy miért ilyen zenét játszottak. Nem, egyébként nem olyan egyértelmű. Tehát az valóban az embereknek a kristásságot, meg a keleti vallásokat, főleg a buddhizmus, mivel azt nagyon tért, hogy mindenki az egyfajta nyugodt állapothoz kötik, és akkor az. De az emberi állapot, a normális állapot, az sokféle nem belefér. Tehát ahogy mondtam, belefér az, hogy dühös vagy, benne van, hogy van benned egy tűz, egy szenvedély, de vannak elműlések, tehát a teljes mértéke, csak ugye ez valamennyire le is tud tisztulni. Tehát ez tudatosan is van, tehát hogy tudtok úgy megőrülni a színpadon, és akkor mondtam neki, rossz hírt mondok, nem őrülünk meg, tehát ha valaki tudja, hogy milyen egy technikás zene, ott ha megőrülsz, nagy baj van, tehát akkor hol tud megőrülni az ember, tehát ez olyan, amit én is most láttam valamikorra, hogy mesug a videót, és olyanok, mint ha megőrültek volna, de hát azt nem lehet megőrülni, tehát az ott matek van, tehát hogy ott nagyon, nagyon észnék kell lenni, tehát az egy másik dolog, hogy az ember kiengedi azt az energiát a hangszerébe is, és még a mozgásába is, de azt miért ne lehetne? Tehát ezért is jó az, amit itt Krisnás tudatnak hívtak, tehát az a fajta bengáli vajsnavizmusban is az a fajta dolog, hogy az energiák azok tudnak működni és áramolni, tehát és nem csak egyfajta tudatállapot van, nem csak egyfajta vallásos személy létezik, tehát szerencsére.
Tök jó egyébként, csak erre le tudnék beszélgetni a végéig, de akkor meg jön a kérdés, hogy miért nem volt szó a mantráról. És ugye, ha már előbb ugye elkezdte a mantra sztori elejét mondani, akkor úgy kíváncsi vagyok rá, hogy egyébként mi volt az első lépés, amikor azt érezted, hogy igen, ez tényleg egy zenekar, és elkezdtek dalokat írni. Rögtön az volt eleve a cél, hogy ez egy olyan zenekar legyen, amivel saját dalokat írtok, saját dalokat alkottok. Tehát még meg se fordult a fejetekbe, hogy a már említett Chromex, ilyesmi dalokat játszatok? Hát eleve tudtuk, hogy eleve, hát elég céltudatosak voltunk attól függetlenül, tehát, hogy ha már csináljuk, akkor legyen jó viszonylag gyorsan. Tehát mi Jairvel elég jól átbeszéltük, hogy mi az, ami lenne. Nyilván mindenkiben van egyfajta dolog, ami benne van egy zenei világ, tehát azt úgyse tudja meghazudtolni. De igen, szóval tudatosok voltunk róla, hogy magyar szöveget akarunk rá, mert hogy annak van értelme, az furcsa volt, ugye megint a Krisnás közben mindenki azt szokta meg, hogy ugye mindig ugyanazt éneklik, de igen, szóval nem, azt akartuk, hogy legyen egy tartalma, legyen egy mondani valója, ami van. A feldolgozások azok nehezen működtek, több ok is volt benne, az egyik, hogy Jerry nem szeretett angolul énekelni, mert nem tudott jól angolul, és mindig cikinek érezte, hogy énekelni fog. Egy darabig ő azt gondolta, hogy ő csak átmenetileg lesz énekes, mert ő ilyen fő énekes, a Vonban nem is ő volt a fő énekes, ugye csak ilyen mellette énekel, de én hallottam, hogy benne van a hangjában, illetve hát frontember, tehát ami Az a ritka dolog, az, hogy sokan tudnak énekelni, de kevés frontember van, tehát szinte, már szinte nem is lényeges, hogy igazából pontosan, hogy tud énekelni, nagyon sok frontember van, aki nem tud jól énekelni, de az. Szóval ő az, én láttam rajta, át kell lépni egy pontot, de pont azért az angol számok nem. Egyetlen egy Chromex szám, amit szinte az elejétől az utolsó koncertig mindig el kellett játszani a Life of Mayon a koncert végén, mert azzal mindig lebontottuk a házat, és az valahogy az elejétől elkezdtük, de aztán utána több szám más nem fért bele. Talán replika számot játszottunk pluszba, de más nem. Egyébként csak így a frontemberségről eszembe jutott, hogy kettő mantra buli is beugrik, és mind a kettőn volt legalább egy ilyen konferálás, amit a mai napig el tudok mondani szó szerint, pedig az egyik buli az már majdnem 15 éve volt. Azért ez mondjuk szerintem nem kis dolog, tehát így. És nem azért, mert hogy még csak az egyik nem is akkora nagy egyetemes igazság volt, hogy ilyesmi, csak hogy annyira illett oda ahhoz a pillanathoz, hogy így megragadt bennem. Amikor elkezdtek, az első saját dalok elkezdtek formát ölteni, és elkezdtétek őket megcsinálni, akkor hogy kezdtétek el a szövegeket megírni? Hogy álltatok neki ennek? Tehát hogy mennyire volt, nem is tudom, hogy lenne jó feltenni ezt a kérdést, hogy ne hangozzon hülyén, hogy tudtátok, hogy az a cél, hogy legyen benne valamennyi térítő jelleg, vagy inkább az volt a cél, hogy a saját gondolataitokat fogalmazzátok meg zenén keresztül. Nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok. Nem biztos, hogy jól tettem fel a kérdést. Értem. Először volt bennünk egy önbizalomhiány, és volt, hogy megkértünk egy ismerősünket, aki tudtuk, hogy jól tud írni verseket is, jó dolgokat is, és írt egy ilyen összefüggő, hosszabb valamit, és megláttuk, és rájöttük, hogy nem. Nagyon jó volt, mint vers, de hogy ennek a világot, aminek ez a szövegvilága is, az úgy nagyon nem illett oda, tehát azt érteni kellett. Igazából az valahogy az elejétől fogva nyilvánvaló volt, hogy nem akarunk, és nem csak azért, mert most már mondhatnék bármit a mantráról, mert ugye nincs, de hogy nem az volt a lényege, hogy most embereket ezzel megtérítsünk, ahogy te mondtad, hanem ami kijött belőlünk. Az első, nyilván a később ez minél jobban körvonalazott, és végül rájöttünk, hogy annyi téma van, annyi dologról lehet beszélni, vagy énekelni, ahogy mi mit gondolunk róla, és azt is normálisan elő lehet adni, hogy egy idő után nem volt ezzel gond, tehát
főleg Jair ír, de én is írtam jó pár szöveget, és akkor így alakult az egész. Tehát, hogy egy kicsit metaforákban és mindenben megfogalmazva rengeteg dologról lehetett. Ritka volt, hogy voltak hullámvölgyek. Hát évente adtunk ki lemezeket, ugye ez ma már nagyon ritkaságnak számított, és szórtuk a dolgokat, tehát hogy volt iklet, hogy mit lehet. Mindig azt mondogattuk, hogy oké, tehát mi a lázadás, tehát hogy a rockban benne, meg az egész mindenben benne van a lázadás, tehát hogy az lázadás, hogy bevaszol, meg az összes többi dolog, az már annyira alap, tehát pláne amikor ott a 90-es évek közepétől gyakorlatilag, főleg a 2000-es évekig már az volt a meglepő, ha valaki józan volt a Szigeten, vagy bármelyik fesztiválon, nem? Tehát volt egy nagyon komoly hullám ott egyébként. Én kivoltam a Szigeteken, másokból, ott a Krisnás sátor környékén, meg minden besegítettem elég hamar, a technikai dolgokba is, meg mindenbe. És nem tudtam egy emberrel normálisan beszélni, mert olyan szinten szét voltak csapva. 98 környék, azt hiszem, volt akkor, hogy elszabadult szerintem Magyarországon, főleg a minden, akkor Prodigy volt, meg ilyesmik voltak egy időben. És kész, tehát mindenki kész volt. Nem az a meglepő, hanem az, hogy józan vagy, tehát. Szóval hogy én azt gondolom, hogy meg lehetett fogalmazni. Ami furcsa, meg igen, tehát hogy több irányúak, ahogy én gondolom, a mantra szövegek, hogy szokták beskatujázni, és hogy vannak olyanok, amik érteted egy szerelmes számnak, de akár egy Istenhez szóló ima is lehet, és akkor rakod, ahova rakod, tehát hogy ki hiányzik neked, vagy mi hiányzik, az egy barát, egy barátnő, vagy egy érzés, vagy egy személyes kapcsolat, szóval azok sokszor megtalálhatóak. De azt hiszem, hogy vannak teljesen általánosak is, amik barátságokról, megszokott barátságokról, bármiről szólnak, ahogy mi megfogalmaztuk, tehát. Mi volt az első olyan pont a mantra évei alatt, ahol azt érezted, hogy igen, ez a zenekar, ez valami egészen más, hogy sikerült mondjuk esetleg elérnetek az első olyan lépcsőfokot, amire azt mondtad, hogy igen, ez erre már úgy emlékszel vissza, hogy ez, nem is tudom, hogy nem az, hogy jó fogalmazni, hogy ez valami volt, hanem hogy ezt... Hát a legendás az, hogy akkor, amikor úgy igazán eldöntöttük, pont egy ilyen vegetáris fesztiválon voltunk, ott árugattuk dolgokat, volt egy kisebb ilyen büfé shop, amit vittünk, Pest-Lőrincen, és akkor, de úgy kimentünk oda, kipakoltunk, és akkor mondtuk, figyelj, csináljuk meg. De az egy hagyományos, az egy ilyen emlékezetes dolog volt, hogy akkor ez van. És figyeljétek meg, egy-két év, és a Petőfi csarnokba fogunk játszani. Hát most azt úgy, amikor egy alakul egy zenekar, és itt ülnek a semmi közepén, az úgy, ja, aha. És akkor és igen, tehát hát amikor a 2001-es Magyarország turné végén, amikor ott voltunk a Petőfi csarnok szabadtéren, és akkor igen, tehát tényleg ott voltunk, akkor azt mondom, hogy az úgy jó volt. És nem csak nyilván tankcsap, de előzenekarra voltunk, nem miattunk volt tele a Petőfi csarnok, de van róla idő, tehát rendesen megmozgattunk mindenkit, szerettek minket, és az úgy látszódott. Szóval elég hamar akkor átment, és akkor tényleg abból a saját erőből fesztiválokon ott tudtunk lenni, mindenhova meghívásokat kaptunk, tehát mindenkinek egy nagyon jó benyomása volt elsőre. És említetted még itt az adás előtt az ott a másik ilyen sztori, ami így jó volt hallgatni, hogy az Omlemez előtt történt egy kis változás, amiatt az Omlemez egy kicsit különleges körülmények között vettétek fel. Hát igen, tehát ami elején egy marnai szerencse volt, ugye, hogy az Ákosnak az apja a Charlie volt, és akkor gyakorlatilag ott volt egy komplett Gretsch dobszerkó, keverők, számítógép, gitárok, erősítő, tehát egy jó pár dolog, gyakorlatilag majdnem komplett zenekar megvolt mindenestül, és ami meg nem volt meg, azt is azonnal hajlandó volt megvenni, csak a fia gitározzon végre ismét, és akkor így... És aztán hirtelen kiszállt az Ákos, és akkor egyszer csak megint szinte semmi nem maradt az egész dologból.
És akkor egy idősebb nénének a pincébe tudtunk lehelyezkedni, ahol ugye a kazán dolgot, mert tél volt, és akkor mindig időnként kikapcsoltuk, amíg felvétel volt, azt visszakapcsoltuk, hogy meg ne fagyjon meg a néni, és ilyen alkalmi szigetről ellopott ilyen hangszigeteléseket lógattunk be, hogy valamivel jobb akusztika legyen, és hát tényleg elég egyszerű dolgokkal vettük föl. De egy nagyon, nagyon őszinte lelkesedés volt benne, és ő is benne volt az előző lemezeknek a tüze. Plusz akkor még, akkoriban Kova is pont abban a fázisában volt, hogy akkor ott lakott velünk, és akkor ő is szerzetes akar lenni ezerrel. Talán biztos emlékeznek rá sokan, hogy akkoriban ő is egyik nap beállított oda hozzánk. Mi nem akartuk erre, beállított, és tarkopasz volt, és csak egy ilyen csutkát kiáltott. Ne, de én is olyan akarok lenni, mint ti, de nem így kell, és akkor próbáltuk lebeszélni. De hát nagy volt a lelkesedése, és akkor egy időre talán úgy is tűnt, hogy még így teljes jogutakként is beszáll, de aztán inkább maradt a Blackout-osnál, tehát azért abban az időben mind a két zenekar viszonylag sokat koncertezett, és akkor mindenki megmaradt a maga dolgán, és akkor csak egy-két koncert erejéig segített be. Amikor Jaya Hari először kiszállt, és ugye csináltatok egy lemezt, amin csak Kova énekel. Nehéz döntés volt, hogy folytassátok Jaya nélkül, vagy pedig nem is gondoltatok arra, hogy itt esetleg mondjuk megtorpanás legyen? Hát akkor nagyon lendületben voltunk, tehát hogy akkor azt gondoltam, hogy mindenképpen folytatni kell. A mai eszemmel nyilván lehet, hogy egy kicsit lehet, hogy az lett volna egy jobb döntés, hogy akkor oké, váljunk meg egy fél évet, és várjuk meg, amíg átgondolja, kicsit lenyugszik, vagy valami más dolog, mert ugye az volt a vicces benne, emlékszem. De ő nem akar többet zenélni, és kész, és akkor ugye vegyük be, és akkor utána alig telt el fél év, vagy egy év, és akkor már csinálta a JHD nevezetű saját zenekarát, sokkal neked mondom, basszus, tehát azt mondta, hogy nem akar zenélni, tehát, és akkor akkor hogy túl kemény zene, és akkor még mélyebbre hangolt, és még keményebbet játszott. Na, mondom, köszi szépen. Szóval lehet, hogy jobb döntés lett volna akkor várni, azt talán még sosem mondtam így nyilvánosan, de akkor az volt, hogy akkor menjünk, haladjunk, és fölhívtam a Kovát, aki meg akkor azt mondta, tök jó, legalább egy. Akkor a Blackout akkor eléggé aludt, és a Vega még egy ilyen nagyon kezdetleges stádiumban volt, az első egy-két lemez környékén volt, ugye 2004-ről beszélünk, és belefért neki a kollega, van valami ok, amire összejövünk, meg zenélünk, meg minden. De hát aztán utána igen, a Vega jobban beindult neki, Blackout ez kicsit, de igen, és akkor utána az már sok lett. Azt utána kiszállt a basszusgitáros srác, akit bevettünk még pluszba, hogy legyen, és akkor egyszer csak úgy gondoltam, hogy na, akkor most mit csináljunk? Tehát nagy nehezem, akkor emlékszem, mentünk, nyomtuk, mit tudom én, Rockinfor címlap, meg minden, és akkor még egész jól kiadónk volt, ugye? Nem is tudom. Tehát ez teljesen meglepő, tehát terítették a lemezeket, az ommot is, meg még a 108-at, az volt talán az utolsó, amit a Record Express tényleg terített is rendesen. Egész komoly példányszámok fogytak belőle. És akkor egy nap gondoltam, hogy basszusgitáros, és akkor tudtam. Tehát van egy basszusgitáros, aki tud basszusgitáros, és akkor útközben mentem, mondom, most elindulok, mondom, pakoljatok be egy ekkora tálca puncsos sütemény, tehát ilyen az a jófajta vastag, mert tudtam, hogy ez az hatni fog. Na, csomagoljátok be, mondom, beültem a kocsiba, és már útközben erről hívtam föl Kovát, figyelj, találtam egy basszusgitárost. Igen, és ki az? Hát mondom, tudja a mantra számokat. Aha, sejtem, és akkor már útba voltam Csepel felé, hogy akkor összeszedem Jaya Harit, azt mondta, te, ez a legjobb dolog, ami történt, csak nem mertem mondani, hogy te mit fogsz erre gondolni, és na. És akkor így, és akkor bementünk, és akkor mondta, oké, de akkor nem fogok énekelni. És akkor persze, hogy énekelt a full lemezt végénekelte, és aztán utána nem sokkal később kiszállt Kova, és utána megint visszaállt az eredeti. Bocs, hogy így előre rohanok ezekbe a sztoriba, de... Nem, figyelj, teljesen jó. Sokkal minden rosszakat neki, ilyen volt már olyan adás, és soha többet nem szeretnék olyat, úgyhogy...
Egyébként mai fejjel visszagondolva, milyennek halad a 108-at? Mert ugye, nem csak azért kérdezem, mert sokszor látom, hogy itt ott mondjuk szó van a mantráról, vagy ilyesmi, akkor 108-at kicsit a mostoha lemeznek kezelik. Igen. De érdekes dolog, hogy a kovarajongók megszeretik, tehát, hogy még most is előkerült egy hatalmas mennyiségből, mert még ugye pont abban az időben szakadt be a Record Express, meg általában a CD forgalmazás ott 2005 környék, és elég sok rajtunk maradt, és még most is egyébként, hogy igénylik egy páran, tehát hogy érdekes mondod. A hangzás az nem sikerült tökéletesre, mert gyakorlatilag ugye az volt az első, szinte én meg egy másik srác segített a stúdiózásba, de úgy gyakorlatilag nagyon mély víz lett hirtelen, tehát addig ugye alig-alig fordultam meg a stúdióban, tehát mindent a Jairi intézett. És pláne az volt egy hatalmas nagy, hogy a tetteim súlya, meg egy iszonyúan precízen kidolgozott lemez volt. De 3 hónapig reggeltől estig csak azon a lemezen dolgozott. Most az azt jelenti, hogy tényleg minden, nincs annyira kieditálva, mint mai szempontból ma már ki le, de 3 hónapig tényleg minden kis hangsáv, még egy kis bincs, még egy kis ez, még egy kis ide, kis. És azután emlékszem, akkor nagyon rosszul esett, valamelyik kritikában mondtak, hogy ez nem szól úgy, és hiányzik a Jairi. De meg egy picit még mélyebbre hangoltunk, tehát, hogy az is benne volt. De a számok most is nagyon erősnek tűnnek, csak igen nagy kontraszt, mert Kovának nagyon szép hangja van, nagyon pontos hangja van, és zseniális. Tehát, hogy ahogy együtt dolgoztam vele, akkor tudtam meg, hogy így énekli föl a hangsávokat egymás után. És szerintem egy napon majd megfogja, úgy előveszi majd, és szívesen fogja mutogatni, mert abban meg annyira extrémeket énekel, szerintem se Blackouton, hát a Vegáról ne is beszéljünk, tehát soha olyanokat sikítozva énekel rajta, olyanokat énekel rajta, amit soha nem eresztett meg. Illetve ő azt mondja mindig, hogy nagyon imádta azt a lemezt, hogy... Hát bocsánat, közben, de most jön egy Kovaszki meg a Vega lemez, ami lesz 2 szám arról. igen. Hát a két lágyabb számot választott, igen, szóval, de hogy azonnal lemezen nagyon eleresztette magát, és azt mindig azt mondja, hogy egy dolgot nagyon imádtam a mantrába, hogy nyugodtan azt írhattam, amit akartam a szövegekbe. Vegánál főleg aztán mostani időkben elég populárisra kell. Populáris hangzás, populáris a szövegvilág, Blackoutban egy kicsit alkalmazkodás van, meg hát ott már jó régóta nincsen. Nálunk írhatta, amit akart, mindent. Szóval, hogy nagyot alakít rajta, de nagyon más világ, mint a Jairi, meg szívvel, lélekkel énekel. Néha nála nem a pontosan ott lévő hangok az, ami van, hanem az, ahogy ő behasít, hogy kérlek, ne ölj meg, tehát akkor, és akkor mindenki egyre hideg futkorása hát, mert azt érzed, hogy tényleg nem, ez jön és megöl, vagy valami kijön, és mi fog történni. Aztán ennek szerintem meg a jó elegye az utána következő Minden a tiéd, ahol mind a ketten énekeltek benne. És igen, de a hangjában, meg a személyiségben is mindig van egy kis puhaság, szóval ő mindig ilyen, Kovát mindenki szereti, tehát aki nem szereti, az mindegy. Tehát szóval, hogy őt nem lehet nem szeretni, tehát ő benne, ez benne van. De Jairiban meg ez az írdatlan energia, tehát... Hát meg az, hogy emlékszem, hogy szerintem pont a Minden a tiéd környékén, igen, az 2005-ös, és ugye akkor töltöttem el a 18-at, és pár évvel később, vagy talán egy évvel később meghívott titeket egy bulira Esztergomba, és amikor megérkeztetek, és bejutottak a Molotovba, sose fogom elfelejteni, hogy jött, tudod, ez a nagy robosztus járás, hogy szokott, mi álltunk ott a beléptetésnél, és az őt így kivált, te vagy a Ricsi! Én vagyok, szevasz, minden. De emlékszem, hogy a párom, hogy most már feleségem, hogy majdnem, hogy meg is rettent egy kicsit, tudod, ki ez a hatalmas ember, aki tudom, hogy ismered, bejön, és így leteremt szinte, de jó óriási élmény volt, és emlékszem, amikor Minden a tiéd kijött, megvettem a CD-t, beraktam a Discmanbe, és nem akartam, hogy egy ilyen van, tehát, hogy nekem egyébként hangzásban az a csúcs,
a mantra lemezek között, nem is feltétlen az utolsó, ugye. Erről is beszélgettünk adásra, lehet, mert odaérünk nyilván, csak hogy meg azon, az elemez, ami ilyen, most tudom, eszenciális, hogy milyen jó szó rá, hogy ilyen minden benne van nekem, ami mantra majdnem. Igen, hát egyfelől nagyon jól találkoztak akkor kettőknek az energiái, plusz szövegírásban is vegyesen írták mind a ketten, plusz tényleg sikerült a hangzást is nagyon jól eltalálni, tehát addigra már nagyon aktívan dolgozott ő is már stúdióban, és akkor azokat a dolgokat, amik létezett, azt mindent felhasználta, és tényleg egy jó energiával született erős lemez lett, és hangzásban is jó volt. Már ízlés kérdése, hogy kiben mit, de tény, hogy sokakban, tehát a Watch My Dying-osoknak is az, tehát az volt, tudom, van, akik tetováltak minden szövegeket belőle, tehát hogy ő tényleg az is egy eltalált, de hát szerintem ahány mantra rajongót megkérdezel, az mindig valamelyikre szavazni fog, tehát hogy van, akinek ez, és arról nem beszélve, akik meg úgy általában, akkor meg rájön, hogy ezért ez, azért az, tehát, és akkor különböző, én bennem így élnek a lemezek egyébként, hogy végigmegyek, hogy nyilván a korai lemez ezeknél az ember úgy önkritikusabb, de annak meg benne van az a nyers lelkesedése, meg bája, és utána igazából tényleg szerencsére nem sablon lemezeink lettek, de sokszor a körülmények is adták, tehát hogy mindig történtek velünk dolgok, amik úgy anyagi, vagy így külső környezetileg, vagy személyiségbe is megérintett minket, és azért is érződik azoknak a hatásai is a lemezen, szövegekben, zenében, mindenben, hogy de igen, szóval, hogy tényleg nem, mindig egy folyamatos változás volt, de mi magunk is egyébként folyamatosan nyitottak voltunk, tehát folyamatosan hallgattunk új zenéket, mertünk kísérletezni, áthangolni dolgokat, és nem azért, mert most divat van, és akkor hanem azért, mert oké, lépjünk, tehát miért kell kétszer ugyanazt, és oké, ez jól szól, és akkor ez... Igen, nincs is két-egy formalam, ez szerintem, tehát nem volt ilyen, sőt, tehát minden a tiéd után jött, minden a tiétek, a koncertlemez. Igen. És emlékszem, hogy egy dorogi kacsás bulintán pont téged kérdeztelek, hogy mikor lesz belőle CD, és mondtad, hogy ezt nem tervezzük CD-n kiadni, és így kétségbe estünk majdnem, hogy nem lesz belőle CD. Fú, az egy nagyon jó koncertanyag, nagyon szeretem. Igen. Talán azt hallgatom egyébként a legtöbbet. Tényleg? Igen, mert hogy valahogy annyira benne van az egész zenekarnak a lényeget, hogy tök jó, hogy benne vannak a konfok is, mert legtöbb koncertlemezni engem az zavar, ugye hát már amelyik ugye nem stúdió felvétel közönség hanga, hogy le vannak vágva a konfok, és ugye, hogy én lehet, hogy valakit az sokat szóra már zavar, vagy idegesít, de hogy nekem meg pont attól lesz, ugye, meg azért tényleg az élő jellege. Hát nem volt egyszerű meggyőzni Jairit, hogy az legyen, mert ott rögzítettünk egy jó pár koncertet, és ugye abból raktuk össze, nem mi javítgatással, de nem éreztük annyira erősnek. Nekem nem annyira a szívem csicske, de igen, a rekord az a volt az embert játszani, lemezünk után az élő embert játszani, az úgy volt, hogy vittünk egy 8-sávos adatmagnót, és rádugtuk a tankcsapdának a pultjára, felvettünk két koncertet, és péntek szombaton, és a következő hétvégén, a turné következő hétvégén, azt hiszem csütörtökre esett, nem is tudom, hogy péntekre, nem hitték el, a Lukácsikon meglátták, hogy ott volt a koncertlemez nyomdai borítóval, kazettán és CD-n. Azt mondta, ezek mit csinálnak? De egyfelől annyira, két koncertből gyakorlatilag, csak megvoltak a sávok, föltolt a Jairi gépre, hétfőre vagy kedre megkeverte az egészet, gyakorlatilag szinte editálás nélkül, tehát csak inkább a két lemezből választottuk ki azokat a számokat, ami kicsit jobban szólt. Én meg addig gyorsan összedobtam fényképekből a borítót, meg mindent, elnyomtuk a nyomdába, az kész volt, tehát hogy egy hét alatt azért ritka, amikor lemezt adnak ki, tehát ez az eléggé... Ma már ez elképzelhetetlen lenne kvázi, tehát...
Hát pedig most adottak igazán a lehetőségek erre a dologra, tehát az volt egy furcsa, hogy igen, tehát hogy az volt a más, hogy nekünk ez ott volt egy, mit tudom, egy 8-sávos adatmagnó, puk, meg a kábelek, benne volt egy reg, odaraktuk a keverőre, és rádugdostuk végig, és kész. Tehát ugye ennyi volt, hogy mondtuk, hogy figyeljetek, hogy ne menjen túl a jel, azt kész, és játszottunk. Tehát úgy, hogy még hangtechnikusunk sem volt, csak megkértük őket, hogy menjen rá, ez kész. Szóval ez igazi, igazi old school dolog volt. Nekem például az abban a szempontból kedvencem, tehát hogy igazi ilyen nagyon egyszerűen van, tehát hogy mint a régi ilyen Slayer koncertek, jobb aloldalt, a két gitár, azt azért szólt, tehát hogy... És minden a tiétek, miért nem a kedve, mi a gond azzal? Nem tudom, egy kicsit nekem az érzésem, hogy az már akkor már úgy volt egy ilyen fáradt hullám a zenekarnak, pont akkor a Gopi Krisna az ott akkori dobosnál már így kezdett érződni, hogy valamit el akar menni, gondjai voltak. Szerintünk egy kicsit technikailag sem úgy sikerült, és ugye egy koncertlemezen sok mindent lehet javítani, a dobot nem. Tehát, hogy vagy kidobod azt a számot, de vagy valami, de főleg gitárokat ugye nem kell mondanom, de hát gitárokat, basszusgitárt azt lehet javítani, de énekkel, dobban nem nagyon lehet mit kezdeni, mert az nem az akkor. Tehát az akkor egy teljesen más lenne. Nekem ebből a szempontból nem éreztem, hogy akkoriban akkora nagy lendületben voltunk. Bizony szempontból jó, hogy régi számokat is mondjuk jó hangzással vettünk föl, de nekem nem annyira. De aztán utána megint egy friss erő volt, amikor jött rá Jumps, és akkor az Akarom látni játszottuk föl, tehát az viszont megint egy erős lemez, szóval érdekes, hogy kettő között is, hát ez valahogy a mantrára jellemző volt ez a hullámzás egyébként. Igen, és ugye az Akarom látni volt a hattyúdal, úgymond, azt akkor tudtátok, mikor azt a lemezt csináltátok, hogy ez lesz az utolsó? Nem. Én, hát elég eltérőek vagyunk, tehát Jairo mindig úgy nyilatkozik, van egy fönt egy ilyen másfülülés mantra film, amit utána beszélgettünk, akkor 10 éves a mantra, az alapján akartunk csinálni egy DVD-t, és akkor arra került volna föl rá. Aztán végül csak feltöltődött az egész. Szóval ő mondja el, hogy ő minden lemez után azt gondolt, hogy az utolsó. Tehát az ő részéről tett neki azt, hogy utolsó, vagy valami, neki mindegyik az utolsó volt. Én meg mindig azt gondolom, hogy mindig folytassuk, nyomjuk tovább, mert ha van benne valami... Mert nekem valahogy mindig az van benne, hogyha egy embert is boldoggá tudunk tenni, vagy egy embernek is tudunk adni valamit, és olyan sok visszajelzés jött ebből a dologról. Sosem voltunk nagyon népszerű zenekar, tehát tudjuk, én tudom, hogy az undergroundban megálltunk egy szinten, és de nekem valahogy az egy ember is, aki ott áll, és azt mondja, hogy igen, ez megváltoztatta az életemet, tehát, és akkor mit tudsz mondani? Hát, ha egy embernek megtudod, akkor, és nem egy volt, akkor az van. De valóban volt egyfajta, inkább utána az már kicsit nehezebb volt, akkoriban ugye megint akkor a koncert lehetőségek szakadtak be, tehát akkor már nem a CD, tehát ez olyan, ugye 2008 körül járunk, tehát utolsó klubkoncerten volt 26 fizetőnéző, tehát az na jó, mondjuk nem, tehát az egy erőltetett dolog volt, tehát a Roktogon erőltette, hogy akkor a VB elődöntő idejében, ugye, mikor máskor, ugye ez egy csodálatos időpont. De ugye az egésznek a hangulata, hogy több dolog beütött, tehát én biztos, hogy folytattam volna, de az is egy igen. Tehát az úgy annyira jellemezte az egész dolgot, hogy egy klub erőlteti, hogy akkor menjünk, aztán megígéri, hogy oké, kifizet minket, nem fizetett ki minket. Tehát, hogyha most arról van szó, hogy kockázat, már azt is bevállalhattuk volna, azt mondjuk, hogy aznap nem játszunk, tehát akkor az egy dolog, tehát és akkor... Szóval... Az úgy egy kicsit fájdalmassá tette. Ugye, utána csináltál egy másik zenekart, ugye mással, viszont mielőtt oda mennénk, itt ugye kötelezen adódik a kérdés, nyilván ugye az emberekkel a nosztalgia mindig felteteti azt a kérdést, hogy lesz még valaha mantra szerinted? Vagy ez egy teljesen lezárt történet? Hát Jairo teljesen abba hagyta a zenélést, stúdiózást, minden dolgot, és
elvonult vidékre, nem nagyon szeretne ezzel részt venni, nem akar vele semmit csinálni, és ez fennáll ez a dolog. Még megtalálni is elég nehéz, én is csak majd nagy nehezen írtam rá. Továbbra sem akar zenélni, tehát én mantrát nem fogok már nélküle csinálni, az biztos. Tehát de részemről nem kizárt, mert nagyon jó energiák működtek együtt, tehát ha tudunk újat csinálni, vagy akár egy pár koncert erejéig, az sem kizárt. Rajams a dobos szerint sem, tehát vagy akár még régi tagok is szerintem beugranának, ha ennek van egyáltalán értelme. Aztán, hogy ez hosszabb távon működne, az nem tudom, de ez most egyébként nagyon tárgytalan kérdés, mert nagyon nem akar ő zenélni. És azért volt ott viszont picit kivártam jobban, mint 2006-ban, tehát akkor nem volt annyira sürgős a dolog, még próbáltam kicsit nyűztetni, hogy folytassuk, de aztán akkor elég nyilvánvaló volt, hogy nem folytatjuk. Aztán azért volt az, hogy még egyszer ugyanezt a hibát, de nem követem el. Az már teljesen nyilván volt, hogy Mantra néven nem folytatjuk. Így, ha meggondolja magát, még mindig nyitva áll az ajtó. Csak csinálunk akkor egy másik projektet, amiben legalább valami történik. Tehát amikor amit az előbb is mondtam, tehát hogy az embereknek jelent valami, még ha nem tud az ember tökéletesen ugyanolyat csinálni, vagy olyat csinálni, még mindig azt gondolom, hogy oké, de még egy-két embernek még valamit tudok tenni, plusz ott egy próbája berendezve hangszerekkel, mindennel, ami egyébként a mi próbáljunk, az egy mini stúdió volt, hozzá kell tennem, tehát egy viszonylag jó lehetőség volt. Szóval ott egy lehetőség, minden ott van adott, és kilépett egy ember, azt gondolt, hogy hát valahogy csak kéne folytatni, tehát valami csak van, tehát hogy ha eddig csináltál valamit, akkor az valamiért van értelme folytatni, végül azért próbálkoztunk azonmal. Ugye azért a picit más az OM zeneileg. Hogy tártatok meg hozzá a harmadik embert? Hogy alakult az a sztori? Petivel ott a központunkba futottunk össze, és akkor lejött. Valami, igen, akkor kérdezgettük, beszélgettük, és akkor kiderült, hogy basszus, igen, láttam nála a tokot, nyilván beszéltünk egyből, hogy akkor mi. És kiderült, hogy tud énekelni is, mert hogy egy Opeth Tribute zenekarban ott van, és elég jó. Mondom, hoppá, ez tud énekelni, tud hörögni, játszik basszusgitáros, kiderült, hogy jól, nagyon jól játszott, tehát nagyon-nagyon jó basszusgitáros, és énekel, de érződött egyből, egy kicsit más lesz a feelingje a dolognak, tehát, hogy ez egy kicsit önnek is egy kicsit, ha már valamelyik irányba, inkább a Kovához hasonlítóbb a hangja, tehát ő is egy ilyen cuki figura, nagyon ilyen szerethető, tehát Peti szintén egy ilyen kevésbé problémás. Szóval, hogy így nagyon kedves, de az a hangjából is átjön, tehát hogy nem az a dinamika fog átjönni, viszont nagyon szépen énekelt, és nagyon szép harmóniákat is énekelt föl. A próbahelyen, a demoknál már érződött, hogy ez azért nyilván más lesz, nem is feltétlenül akartunk ugyanazt. De aztán a felvételnél meg az volt egy nagyon érdekes dolog, hogy egy teljesen új emberrel vettük föl, mert azt mondtam, na jó, oké, még egyszer nem fogok nekiállni keverni, tehát inkább ezt hagyjuk, és hívjunk valakit erre a dologra, és akkor az Ács Attilát kértük meg, aki a Petinek egy régebbi ismerőse volt, és akkor teljesen más megközelítése volt az egész dologban, és egy szempontból még ilyen producer-szerűen is közelítette meg a dolgot, mert megírtuk a számokat, gyakorlatilag nem voltak meg a szövegek, de akkor elkezdtük fölvenni a lemezt, közben Peti Vilám gyorsan megírta a szövegeket, és akkor én csak így lestem, akkor jöttek a nyers verziók, és egyre több éneksáv rajta, meg mit tudom én, és akkor meglepődtem rajta, hogy igen, egy ilyen kezdett ilyen valaki azt írta róla, hogy a post-grunge hangulata lett az egész dolognak. Amiatt ugye sok vokál van, legtöbbször 2-3, valóban van egy kis ilyen Alice in Chains beütése a dolognak. Pont valamikor beszélgetünk a Petivel, hogy én ezt bírom benne, hogy egy kicsit ilyen Jerry Cantrell-es a hangja. Tehát ugye nem erős, de mégis van benne valami, ami olyan szép. Tehát ugye és attól egy kicsit más lett, és a gitárhangzás is nagyon másra lett állítva. Jairi az imádta a karcos, ilyen V30-as hangzásokat. Ez meg egy kicsit ilyen tompábra lett véve. Először
És akkor talán néha utólag is nekem az ügyem nem annyira tetszik, viszont összességében kaptunk egy ilyen nagyon sokkal puhább, emészthetőbb valamit, tehát ami az énekesből is adódott, a hangzásból, nagyon természetes, abszolút természetes dobhangzások vannak benne. Szóval, hogy igen, szóval ez ilyen szerethetőbb. És hát apát írt a szövegeket, tehát az is egy kicsit más lett, bár azt mondják, hogy egyébként úgy nem egyelütő. Nem, én sem gondolom. Ő is eléggé ilyen képekben, érzésekben gondolkodik. Másabb tény, de nem mondanám radikálisan másnak. És miért telt el a lemez és a mostani három dolg között majd 9 év? Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Igazából utána megpróbáltunk koncertezni, párat próbálkoztunk, de hát látszott, hogy ez most még rosszabb, mint volt. Tehát hogy még a Montrakt valami neve volt, még akkor még valami tartott, de hát aki járatos a koncertvilágban, az tudja, hogy fesztiválokra már bejutni, mint induló zenekar, nem igazán tudsz. Önálló koncerteket nehéz kötni, beindulni. Az teljesen más volt a Mantra indulása idején a dolog, tehát viszonylag hamar betudtunk, tehát óriási sztorikat tudok mondani, de betudtunk férkőzni csomó helyre, csak úgy, hogy megyünk. Egyet elmondok, hogy a Pécsi F-otra, és akkor hívogattunk mindenkit. Mert az volt egy nagyon nagy ütő ereje a Mantrának, amit kevesen tudnak, hogy a Charlie-nak volt egy szponzor mobiltelefonja, a Panon GSM-től kapta, és korlátlanul lehetett vele telefonálni. Na most 99-2000-ben irdatlanok voltak a mobil árak, ha emlékeztek rá. Igen. Tehát, hogy és valakit fölhív téged, és simán dumálgat veled fél órát, tehát eleve, hogy telefonálhattál korlátlanul, és még dumálgat is veled, ez óriási volt. Na, szóval hívogattunk mindenkit, és akkor felhívtuk a Pécsi F-ot, és akkor szeretnénk menni Mantra zenekarra, szóval nagyon jó, indiai zenei színpadon, meg nem, nekünk milyen zenét játszunk, meg minden, és akkor elküldtük, mondták, hogy jó, csak akkor, hogy akkor játszhatunk valamelyik színpadon, de az indiai zenei színpadon is akar. Nem, mi nem játszunk, mondtuk, jó, akkor a másikon sem. De hát nem, még ki sem jött az első lemez, tehát úgy, hogy demóval, tehát egy háromszámos demóval e-fotokra be lehetett csörtetni, meg na mindegy, szóval meglepő, tehát Szigeten játszottunk az embert játszani videoklipjébe egy hatalmas, akkor mi majdnem akkor a sátorba játszottunk, mint a később a Hammeres sátor. Igen. És telt sátorral, úgyhogy egy demónk jött ki, egy számos EP-nk, tehát az ilyen hihetetlen a mai fülle. Na mindegy. És addig erősködtek, és mondtuk, jó, legyen, akkor csináljunk valamit, mindegy, legyünk ott, megoldjuk. És akkor az volt, hogy délután 3-kor a Kalkutta trió előtt beültünk, és beöltözve Krisztás Szerkóba, nyomtunk ki a zenét, szereztünk tamburát hozzá, és minden. Lefeküdtünk utána aludni, mert hajnali 2-kor játszottunk a sősátorba, de óriási kontraszt volt, de délután napsütésbe keleti zenét játszó, hazamész, aludtunk egy kicsit, utána kimegyünk, és arra megyünk ki, hogy a színpadon ott áll egy ember, és pörgeti a farkát a színpadon. És mondtuk, atya világon, de hogy akartunk itt játszani? Mindegy, oké, lenyomtuk ott is a koncertet. Szóval, hogy így, tehát, hogy időnként benyomultunk mindenhova, és akkor tudtunk játszani. De visszatérve azomra, tehát már nagyon nehéz volt ez, és valahogy nem, egy ponton éreztem, hogy én nem tudom tovább nyomni ezt, anyagilag sem, hogy mindig jelen lenni. Nekem is jött, ott voltak, akkor azt hiszem, már a második gyerekem is megszületett, szóval se időben, se energiába. Nem, bele tudtam volna rakni úgy, mintha egy gitáros lettem volna a zenekarba, de hogy nagy rész majdnem minden rám hárult. És akkor azt mondtam, hogy jó, szerintem jegeljük le a dolgot. Nem mondom, hogy oszoljunk föl, de ezt fenntartani a próbahelyet, játszani anyagokat, mindent, én az most így fáradt vagyok, tehát ez nem érzem olyan erősnek az egészet. Ha ezt így összeszedjük magunkat, valami, mert azért
nyilván a mantránál az, hogy a Jaihariban az ő benne jobban benne volt a szervező energia, gyakorlatilag ő volt a főször szervező energia volt, amikor visszahullott rám jó néhány része, de azért ő benne volt, és ez úgy nagyon hiányzott belőle. És nem mondtam, hogy felosztottunk, de hogy jegeljük. Aztán ugye, hogy most mi történik, az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye úgy interpretálódik a hírekből, sajtóhírekből, hogy ezek anyagok, tehát. És igen, mert a Peti énekel benne, és basszusgitározik benne, és én gitározok benne. És egy ponton túl elkezdtem számokat írni megint. És először csak így fióknak, aztán a Veres Gábor, Watch My Dying, így meghallgattam az ő hináros anyagát, és mivel, hogy vetted fel, hogy csináltad ezt? Mert tudom, hogy sosincs ideje, sőt, adnás is kevesebb ideje van, és mondta, hogy milyen szar körülmények között, milyen szar PC-vel vette fel, mondom, hát akkor én is megpróbálok valamit, és akkor segített, küldözgetett anyagokat, és elkezdtem rögzítgetni, és hát én kihagytam valóban, tehát technikailag is minden szempontból kihagytam azt az időszakot, és rájöttem, hogy sokat változott a világ, tehát valóban egy laptoppal, gyakorlatilag, meg egy hangkártyával gyakorlatilag lehet zenét csinálni, tehát nem ideális, de lehet dolgokat csinálni, és akkor elkezdtem így gyártogatni, és akkor és így elküldözgettem egy pár számot így Felleginek is akár, Csatónak is, meg így másoknak is, hogy akkor mit gondolnak, hogy nem gáz, nem kínos, mondtak, nem, ezek egyre jobb számok, tehát ezek elég jó számok, és akkor oké, de én, ha csinálok valamit, ugye, hogy valakinek örömet szerezzek, akkor valamit publikálni akarok rajta, vagy legyen csapat, és akkor próbáltam, de senki nem ért rá, semmire, nincs zenekar, nem. És akkor végül nagy nehezen a Petit rá tudtam venni, hogy ő énekel, de gyakorlatilag pont most állunk úgy, hogy erről fogunk beszélgetni, hogy ez, ami most van, ez de nagyjából az én szóló dolgom. Tehát amin a Peti énekel, de úgy már, hogy én felénekeltem előtte, helyette, hogy körülbelül mit szeretnék, és akkor utána felénekelt ő. Nyilván szerencsére sokkal-sokkal jobb hangja van, mint nekem. Van hangja, nekem meg nincsen. De végül elkezdkeznem szöveget írni. Végül, először azt gondoltam, hogy gitározok, és fölrakok ötleteket, de végül igen, dobot kellett írnom hozzá. Mindent, és utána videoklipet vágni. Emiatt nagyon-nagyon úgy hangzik, hogy oj, Istenem, mennyire ez egy gyerek vagyok, és mindent én csináltam, de végül nem rossz az eredménye, de így legalább van egy kis hiány, hogy akkor nem egy közös, meg jó lett volna, hogy összejönnek energiák, de más szempontból meg akkor végül tényleg azt valósítom meg, amit szeretek. És akkor úgy így jönnek ki most a dalok így apránként a műhelyből. Tehát a zenekar továbbra sem létezik, tehát már végül a választjátok, oké, de akkor milyen néven jön ki? Jöjjön ki akkor Rom néven, mert most Vijay és baráta, jaj, ne, ez nagyon gáz. Tehát, hogy akkor most találják ki ennek megint egy új nevet, vagy egy új arculatot, de végül ott van ez, és hogyha Peti énekelte föl az első pár számot, akkor legyen az. De pont most beszélgetünk arról is, hogy továbbra ő sem akar igazán zenekart, ideje, energiája sincsen neki rá. Tehát így egy kicsit furcsa. Tehát én meg meglepődött, hogy akkor én kedves volt. Hát csak amennek elküldtem, hogy akkor van egy-két új szám. De akkor mi promotáljuk, akkor fölrakjuk, ide rakjuk, oda rakjuk, és akkor elkezd. És akkor mi van a zenekarra, csináljunk interjút. És akkor hogy mondja meg nekik, hogy nincs zenekar. Tehát, de hát ilyen ez. Tehát van, amikor, mint amit az elején mondtam. Tehát van, amikor dolgok így vannak, és akkor, de van, amikor az ember eladja az összes gitárját, és akkor utána megint elkezdi megvenni, ami egy költséges sport, de így. Ezen három dalot publikálva, jól emlékszem? Most már négy, igen, hát az egyik kicsit instrumentális, igen. Ja, tényleg négy, mert hogy közben kijött a Petivel is egy közös. Igen, az a negyedik, igen. Van még kész ezen kívül? Teljesen kész nincsenek, éneklésre várnak, de vannak. Tehát most ezen töröm a fejemet, hogy mi fog velük történni, hogy továbbra is így egyenként fogom kipotyogtatni őket, vagy megvárom, és ilyen lemezszerűen így összerendezem, és
kicsit helyrehozom az első pár számnak a keverési dolgait. Az ember menet közben jön rá, amikor sokszor meghallgatja, Jézusom, ez nem, ez kicsit ott még kellett volna, hiába próbálkozik, de vagy, mit tudom én, segít valaki, nem tudom, tehát még az is lehet. Most egy kicsit erre felé hajlok, hogy bevárom, és akkor összerakok egy pár számot. Csak LP-szerűen kiteszed? Hát, most abban hajlok, hogy inkább egy teljes lemeznyit, mert a számból van teljes lemeznyi, hogy pont éneklésből összeáll az egész kép így egybe. Furcsa most ez a metódus, mert mi általában amiatt, hogy ahogy mondtam, mindig gyakorlatilag mi nem vonultunk be senkinek a stúdiójába, minden alkalom ott volt nekünk a stúdiónk, tehát hogy amikor nekiálltunk, oké, most, és akkor beálltuk, és megvoltak a számok, vagy már megvoltak az ötletek, gyakorlatilag föl tudtuk venni egyből a dolgokat, fölvettük egyből a próbát, és az már a nyers demo volt egyből. Tehát viszonylag gyorsan csináltuk a lemezeket. Ez most furcsa, hogy így elhúzódik, de nem is tudom, hogy volt-e terv. Csak olyan jó dolog, tehát én nagyon élvezem azt, hogy amikor megvan valami, meg akarom mutatni, ez nagyon, és akkor most küldözgessem mindenkinek, na nem, és akkor kirakom, és akkor az, hát ezért nem tudom, hogy meg tudom-e állni majd, hogyha elkészülnek számok, akkor azokat ne tegyem ki egyből. Milyennek érzed egyébként most ezeket a dalokat a korábbiakhoz képest? Mennyire másnak vagy mennyire ugyanolyannak? Mennyire mások a hatásaid most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Hát mindig változik. Hallgatom a zenéket, most már a fiaim miatt is, már velük voltam Sleep Napoton, mármint a nagyobbikkal, tehát hogy hallgatok zenéket most is, tehát ezek mindig hatással vannak az emberre, de általában, amikor mutatom, jaj, tehát mindig csak mantrát tudsz játszani, azt szokták mondani, tehát hogy azért az egy erősen benne van. Ahogy így magamhoz mértem, vagy úgy a zenékhez mértem, valahol átmenetet érzek a mantra és az om között, ezek kicsit nyersebbek, vastagabb gitárral, tehát nyilván, amit meg én magamnak keverem a szandot, akkor az vastag lesz. Plusz még ugye az, amit sose tudtam mindig elérni, hogy mindig akartam plusz csávokat játszani rá, és mindig mondták, nem, a Jerry mindig leoltott, akkor mindig gyorsan megcsinált a számot, mielőtt föl tudtam volna még rá gitározni. Most már tudom, hogy miért egyébként, mert a túl sok gitárnak meg nem hagy helyet igazából a többi dolognak. Ez az ember maga tanulja meg közbe. Viszont ez is egy tanuló, meg az jó, hogy igen, itt az időben, tehát amikor megint van, újra tudom hallgatni, újra hozzá tudok tenni, vagy kivonni belőle valami izgalmasat, belerakni. De igen, zeneileg magamhoz képest, igen, kicsit a mantrának a keménysége, nyersessége az jobban benne van. Viszont mivel eddig a Petének el többet tudja, amiatt az omnak a világa is benne van. Szövegvilág meg szerintem viszonylag hasonló, bár az első egy-két szám az elég kesernyésre tűnt, de hát azok ugye az elmúlt pár évben írtam, aztán utána most egy kicsit másokat írogatok még hozzá. Tegyük fel, hogy lecseng az egész vírushez, ami most van, visszáll újra a koncertpiac, meg ilyesmi. El tud képzelni, hogy szervez ennek mondjuk akár csak egy úgymond lemezbemutató bulit is? Hát nem tudom. Nem tudom, nehéz elképzelni. Nehéz elképzelni, hogy valahogy nem látom. Nem látom a zenekart, tehát mivel nincs, tehát hogy így még így felvételek, és nagyon nehéz összerángatni valakiket, akkor úgy nehéz. Nekem nem, először azt gondoltam, hogy én vagyok a legöregebb a csapatban, hogy akkor én már abba hagyom, meg nem, de igazából nem látom nagy akadályát, hogy játszani, tehát nem egy tragédia. Legalább a fiam is látják, hogy ezért Fater még nem egy megkeseredett, és csak otthon prüntjük a kanapén, hanem oda tudja tenni. Tehát emlékszem, ez egy nagyon meghatározó dolog volt, hogy a nagyobbik fiam, próbáltam azt elkerülni, azt a hibát, hogy akkor én nyomom rá, hogy milyen zenét hallgassom. De minden salangokat átugorva, valahogy megtetszett neki, látta a
az AVS-t a Viszlát nyárral, amikor volt amikor megnyerték a versenyt. És nagyon megtetszett, igen. Nagyon megtetszett neki az egész zenekar, meg minden, és akkor utána le kellett töltenem neki a számokat, meg mindent, azt ha kellett hallgatni a kocsiba, voltunk koncerten is, meg minden. És fotózkodott velük, tök jó fejek voltak, meg minden. És akkor ráírtam az AVS-nek ott a Facebook oldalra, hogy hello, srácok, tök jó fejség volt tőletek, hogy ott álltak a koncert előtt 2 órával, és végig mindenkivel pacsisztak, fotózkodtak végig, és ez egy Benti Barbanegrás koncert volt, a Fekete Részemnek a bemutató lemez bemutató koncert, mindenkinek dedikáltak, és még utána szoktam, még koncert után is kijöttek, tehát én ismerem az eszeket, nem ezt szokták csinálni, valami, hogy én emlékeztem bent hátul a backstage-be, és kínáltak mindenkivel, és mondom, az tök jó dolog volt, óriási élmény volt a fiamnak, köszi szépen, meg minden, és akkor leírtam egy Vijay mantra, és akkor visszaírt, hogy ez csak jön, azt mondja, de kár, hogy nem találkoztunk, írja az Őrs. Azt mondja, a mantra omlemezt rongyosra hallgattam annak idején, és milyen hatással volt rám, és mond, kár, hogy nem tudtunk dumálni. Persze úgyse tudtunk volna dumálni, meg minden. És akkor fiam meglátta, mi? Hogy az Őrs az apámat? És akkor így két szintet emelkedhettem a békasegge alól, legalább egy ilyen dologról, mert így azt gondolta, persze, Vater zenét, meg mit, persze, meg mit tudom én, tehát nem szégyell attól függetlenül, de hogy most aki ott a nagy színpadon van, az hallgatta, és akkor az úgy sokat dobott rajta. Fészen, ez annyira jó végszó, hogy nem is kérdezek többet, szerintem így tök jó lezárásnak. Ha csak nincs más, amit hozzátenni, akkor... Egyelőre nincs. Majd folytatjuk. Jól van. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy meghallgattatok, illetve megnéztétek az adást. Az omdalokat majd belinkelem a leírásba, hogy meg tudjátok őket hallgatni. Nekem ilyen keresgélnése. Tudom, hogy lusták vagytok. Múltkor volt egy ilyen komment, hogy nem volt a leírásban link. Hát figyelj, na hát ilyen igények vannak. Illetve, hogyha szeretné valaki támogatni az adást, ennek a módjait is megtaláljátok a leírásban. Nagyon szépen köszönünk előre minden pozitív értékelést, illetve megosztást. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Hello!